Ami most következik, az egy, azt hiszem, sokunkat érintő téma, ugyanis ez nagyon fontos. És nagyon fontos, nem titok, az internet veszélyes. A cyberbullying, azaz az online bántalmazást egyre több fiatalt érint. A Dunakeszi önkormányzat szeretné a jelenség ellen tenni, szeretné megtanítani a fiatalokat és szüleiket a biztonságos internet használatra, hogy ne váljanak az online bántalmazás áldozataivá. Ezért egy internetes bűn megelőzéssel kapcsolatos előadás sorozatot indított. Vendégünk a témában Éles Zoltán Attila, informatika tanár, és Nisztor Andrea, a Dunakeszi rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt. Megelőzhető ez a bizonyos cyberbullying, vagyis a online zaklatás? Én úgy gondolom, hogy teljesen megelőzni nem lehet, inkább tenni lehet ellene, hogy ez problémát okozzon a gyerekek lelki fejlődésébe. Szerintem a legfontosabb kérdés, mert ugye amit látunk, a gyerekeink kezében állandóan ott vannak az okos eszközök, ezt nyomogatják. Telefonok, tabletek. Nyilván nem a tiltás a megfelelő megoldás erre, de hogyan védhetjük meg mégis a csemetéinket? Odafigyeléssel, bizalom kiépítéssel, hogy a gyerekeink ne ellenséget lássanak abban, hogyha mi valamilyen formában azért szeretnénk kontrollálni az ő internetes működésüket. Hogyha azt el tudjuk érni a gyerekekkel, hogy igenis elmondják, hogy kivel mit csinálnak, beszélgessünk velük, akkor azért nem titok, hogy végül is kivel találkoznak, mert hogy ők ezt találkozásnak élik meg a virtuális világban, hogyha ismeretlen emberekkel esetleg beszélnek. De hogyha ezt mondjuk megbeszéljük velük, hogy nem feltétlenül állunk szóba. Ugye kisgyermekkorban is azt mondjuk, hogy az utcán nem állunk szóba ismeretlen emberrel, akkor valószínű, hogy ezt a virtuális világban is be kellene vezetni és megértetni a gyerekekkel, hogy a profilok azok nem feltétlenül olyan embert akarnak, akit mondjuk mi vagy ők látnak a beszélgetések során, és hogyha ezt megpróbáljuk megértetni és elfogadtatni velük, mert ez nekik nagyon nehéz, hiszen a virtuális világ számukra az élet, tehát nagyon úgy tűnik, hogy átvette a helyét a fizikai világból. Egyébként nagyon gyakori ez az ilyenfajta zaklatás, bántalmazás. Mik a tapasztalataik? Én úgy gondolom, hogy igen, csak nagyon kicsi része szokott kiderülni. Tehát egyrészt a gyerekek egy ilyen szituációba bezárkóznak, és megpróbálják maguk úgymond megoldani ezt a problémát, amit persze nem fognak tudni megoldani. És legkevésbé szoktak, hát szülőkhöz nem fordulnak, pedagógusokhoz is kevésbé, és ennél magasabb szintre pedig végképp nem tartom valószínűnek, hogy mondjuk egy gyermekvédelmi részlegre elmennének, vagy akár a rendőrséghez fordulnának. Én úgy gondolom, hogy elég gyakori, mivel ma már ugye akár számítógépen, akár a telefonon keresztül hozzáférnek a gyerekek egymás eszközeihez. És volt már erre precedens akár órán is, hogy az egyik belépve maradt a Facebook profiljába, másik belépett utána, tehát következő órán ugyanannál a gépnél bekapcsolta, és látta, hogy a másik úgy hagyta a profilt. És onnantól kezdve ugye bármit tud a másik nevében posztolni. Így van. Igen. Nevezzük így. A szülőként hogyan vehetjük észre azt, hogyha már baj van, hogyha erősen feltételezhető az, hogy a gyermekünket olyan zaklatás ér. Feltétlen, ez látszik, tehát, hogy ezt nem tudja, élettapasztalat híján nem tudják a gyerekek azért ezt titokban tartani. Olyan jeleket lehet keresni, mint például, hogy a gyerek, hogyha a szülő közelében van, akkor lecsukja a laptopot, vagy a tabletet, kinyomja a képernyő kimélőt. Tehát ugye? Igen, bezárkózik, mondjuk esetleg a szobája ajtaját is már becsukja, és nem akar erről egyáltalán beszélni. Tehát itt a bezárkózás az ugye, amikor, ha már megtörténik, általában ez akkor szokott előfordulni, amikor már megtörténik a baj, és mondjuk egy olyan szituációba keveredik a gyerek, mint hogy például a fényképet küld magáról, és onnantól kezdve ezt ő szégyennek éli meg, annak ellenére, hogy szinte biztos, hogy beszélnek róla a szülők, vagy ha máshol nem, akkor a kortársak azért elmondják, hogyha velük történt, vagy hallottak ilyenről. Igen, ugye az egész ügy kipattanása néhány évvel ezelőttről indul, egy Amanda nevű kislány volt az, aki 14 évesen öngyilkos lett, és innentől számítjuk így a cyberbullying, vagyis az online zaklatásnak a így van, Amanda keletkezését. Van szó. Igen, na most történt azóta valami, ami erre vezethető vissza, hogy legalábbis például a rendőrség, például az iskola tud tenni valamit?
Igazából én azt gondolom, hogy sem a rendőrség, sem az iskola nem olyan formájú tevékenységet tud végezni, amivel amivel megóvjuk a gyereket, ez a szülő. Tehát ő az, aki igazából ismeri a gyerekét. A pedagógusnak nincs ideje arra, hogy a tanórákon túl olyan kapcsolatot alakítson ki a gyerekkel, amivel mondjuk egy bizalmi állapot jön és elmondja. A rendőrség meg tetszik, nem tetszik, már csak a bajban tud segíteni. Tehát mi beszélünk, tanácsokkal látjuk el, iskolába járunk előadásokat tartani az internet veszélyeiről, de nem vagyunk ott mindenki mellett. Vannak egyébként nagyon jó applikációk, amelyet rá lehet telepíteni a gyermekek telefonjára, ezek ilyen szülői... Amivel kontrollálni lehet a gyermek használatát. Mi az oktatásban mindenképpen egy megelőző és egy felvilágosító tevékenységet tudunk folytatni, tehát nekünk ahhoz kicsi az eszközünk, hogy ha már megtörtént a probléma, akkor ezt kezeljük, tehát arra mindenképpen a többi szervnek a segítségére hagyatkozunk. De felvilágosítás szintjén én úgy gondolom, hogy mindent megpróbálunk és megteszünk. Azt gondolom, hogy fantasztikus a kezdeményezés, nagyon nagy szükség van rá, mint ahogy arra is, hogy akár egy ilyen műsor keretei belül beszélgessünk erről a témáról, hiszen vigyázni kell gyermekeinkre. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Jó reggelt.